Mi ki abból, ha az ember összeereszti Havas Henriket, Azariával, Csepei Adriennel és a két házigazdával, Csokival és Ádámmal? témaként pedig megadja a generációs különbségeket. Hát, nagyjából ez ki belőle. Az, hogy teljesen elbeszélnek egymás mellett a felek. A fiatalok hallgatják az idősebbek sztoriait, az idős nem veszi észre, hogy elment mellette az idő, és a fiatalok nem mernek kérdezni az idősebbektől, mert azt gondolják, hogy ez tiszteletlenség lehet. Az idősebb pedig azért nem kérdez a fiataloktól, mert azt hiszi, hogy attól, hogy ő többet élt eddig, azt hiszi, hogy többet is tud, és azt, hogy nem tanulhat sem Mit a fiataloktól. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, de nem azért, ami elhangzik konkrétan, hanem a dinamikái miatt. Az, hogy hogyan is reagálnak erre a résztvevők. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, úgy gondolom, de nem azért, ami az alkotók eredeti szándéka volt, hogy most itt összeeresztünk különböző embereket, különböző világokból, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is találják meg a közös hangot, a közös többszöröst, a közös minimumot, hanem inkább a beszélgetés mélyén, meta szinten, az emberi interakciók szintjén volt az érdekes. Nem gondolom, hogy az a beszélgetés, ami kijött ebből, az volt az alkotók eredeti szándéka. Ezen felül pedig szeretnék még beszélni kedvenc közgazdászomról, Pogács Zoltánról, aki az ultrahangon járt, kedvenc YouTube csatornámon, és még a végén az utóbbi évek legjobb sorozatáról is szeretnék beszélni, az utódlásról, ami épp most ért véget, valami tökéletes befejezéssel. Nézzük! Sziasztok, ez itt a közös többszörös. Hello! Nagyon jó az az intro. vendégeink Havas <laughs> Ennyi igazából. Ma a generációk közti különbségekről fogunk beszélni. Ez volt a, a legnehezebb rész. Jó. Ez az újságírás legnagyobb Igen. szívása. Nem mutatni Szív. emberek? Falcon. Az amikor ránézési? Mutálata. Ez amúgy elég ígéretes, hogy nézzük meg, hogy egy nagyon fiatal zenész, Azaria, egy fiatal újságíró, újságíróhölgy és a minden hájjal megkent régi motoros, öreg rókahavas Henrik miről is tud beszélni a két műsorvezető társaságában a generációs különbségekről. Tök jó az alapötlet, tök jó a koncepció. Nézzük, a megvalósítás milyen lett. Én mindig azt pofáztam a diákoknak az első órán, hogy figyeljenek ide. Két módon lehet az ember sikeres. Vagy jobban csinálja a dolgot, mint a többiek, vagy valami egészen újat kitalál. Vagy a kettő együtt. Vagy a kettőt. Hogy lehet a kettő együtt? Ha valaki egy új dolgot kitalál, abban nem lehet jobb, mint a mások, mert most találta ki ő éppen. Na, mindegy. Most ami, ami engem illet, eh, hát erről mondjuk a Wikipédiában arról írnak, hogy, hogy forradalmasítottam a rádiózást. A, a Wikipédia. ezt írja. Egyszer annyi történt, hogy behívtam embereket. Zseni. Hát felvételről ment minden, és akkor bejuttam az embereket, és a csurka együtt volt ott, mit tudom én, egy SDSS sel és ő volt. Na, ezt eddig bírta a rá. havas, én saját magára beszéljen. A, a, másik, a, a másik a, nagy találmány volt az első kézből. Kitaláltam azt, hogy egy, egy ebédnél azt mondtam a többieknek, hogy mi nem csinálunk egy olyan műsort, ami, ami, nem előre megbeszélt interjú, amit nem a, a MT-től, a sajtóirodától kapunk interjút nem kell a rádió elnökének az engedélye, hogy egy politikai bizottsági taggal csináljuk ki, tehát első kézből, tehát ott, kész. És akkor a sikere volt, hogy ide lotsz Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy... Hogy, Havas Henrik mekkora király, és micsoda innovátor, micsoda forradalmár, és micsoda tehetséges újságíró. Igazából erre a többiek se tudnak mit reagálni. Havas elmondta a sztoriát, hogy mekkora király, Bum, na, haladjunk tovább. Hát mondom, pisilni csak megy, nem? Mondom, a budjanál várom. Szóval ezért csak azt akarom mondani, hogy, amit az előbb mondtam, és nagyon igaza van. Tehát vagy jobban csinálom, mint a többiek, vagy más csinálok, és... az volt az érzésem, amikor néztem ezt a beszélgetést, hogy a beszélgetésben résztvevő fiatalok így próbáltak interaktálni egymással, próbáltak feloldódni, próbálták megkeresni a közös többszöröst, ahogy a címe is mondja. Havas Henrik pedig azt csinálta, hogy bármikor, bármiről eszébe jutott valami, valami asszociáció a múltjából, akkor elkezdett sztorizgatni, és valahogy próbálta azt a sztorit azzal legitimálni, hogy behivatkozza valahogy ebbe a beszélgetésbe, hogy csak valami vékony pókfon nálon keresztül csatlakozzon ehhez a beszélgetéshez, és akkor ezáltal teljesen jogosan beszélhet saját magáról, és elmondhatja századszorra, ezredjére, hogy micsoda tehetséges újságíró is Havas Henrik. Itt is volt egy hosszú dagályos sztori, hogy ő mekkora zseni volt, hogy a politikai újságírást gyakorlatilag ő honosította meg Magyarországon, senki nem értette, hogy hogyan ide ez a sztori, de tisztelettudóan végighallgatta az összes fiatal, és akkor a Havas a végén így becsatolta, hogy ja, egyébként ezért mondtam ezt a sztorit. A vágónak ugye jól láthatóan erősen meg kellett vágnia az egész történetet, hogy valamit kikanyarincson a végére belőle. Az aria is itt teljesen zavar barban van, senki nem érti, hogy miért is beszél 20 perce saját magáról, Havas Henrik. Mert valószínűleg ennyit beszélhetett erről a sztoriról, a vágott verzióba körülbelül egy perc fért bele. Megváltozott igen, hogy, hogy hol, hol lehet elérni azokat az embereket, akik mondjuk akkor oké, okay, egy miniszterelnököt, más hol, se hol kommunikál, igen, a, a Facebookon kommunikál. Mennö, most biztos, most, is megörülne a fél ország, hogyha egy ilyen összejönne. Nem a WC-nél, Orbán. Milyen, <laughs> 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 őt még nem hívtuk. A templomból kijövet le lehet kapni. Úgy hallottam. én csináltam az első interjút annak idején Antal Józseffel. <laughs> ki más? Orbán Viktorral. Orr És amikor megértem az első könyvet Kelemen Annáról, <laughs> meg a pornográf, a pornóról, meg a prostitúcióról, akkor a havasné, meg a lányom. Apa, te normális vagy? Apa, ezt te nem? nem ki a kertbe. Az a kabrió, az kié. Havasné főtek van, most már látod. És mondom, az a terepjáró volvo. Úristen, de kellemetlen. Bum. Ez mindent megmagyaráz, ez mindent helyreigazít, ez mindent validál. Annyira kellemetlen, ahogy Havas Henrik vagánykodik a saját újságírói prostitúciójával, hogy erre az asztaltársaság többi résztvevője nem is tud mit mondani, csak tisztelet tudóan végighallgatja, és várja, hogy szabaduljon éppen a Havasnak a storiából. Havas Henriket nem nagyon érdekli, hogy mi itt a téma, hogy miről is szólna ez a beszélgetés, hogy ő neki itt saját magán kívül valami témáról kellene beszélnie, és ezekkel a fiatalokkal megtalálni a közös hangot, a közös többszöröst, amiről egyébként egy diskurzus elindulhatna. Ez még csak a kezdő lépés lenne, de havas idáig se jut el, mert halálosan nem érdekli, hogy a többiek mit akarnak mondani, ő csupán azt várja, hogy mikor kezdhet bele egy hosszú-hosszú sztoriba saját magáról, aminek a végén kiderül, hogy ő mekkora király, micsoda tehetséges újságíró. Egyrészt volt rá vevőközönség, másrészt felismertem, hogy változnak az idők. Már nem feltétlenül a duna kell könyvet írni, ami tényleg nem akármi Hanem volt. prostikról. Vagy a, a laptopján spanyol meg angol nyelvű filmeket néző ő is, Jaj, van az is. Nem látok a kezében könyvet. Olyan könyvtár Aztán rán... a Ja, és most az én lakásomban lakik a belvárosban. Nyilván. Ha ott nincs 1500 könyv, a legkülönbözőbb műfaj, tehát a klasszikusokról kezdve a szakirodalmon keresztül. Havas Henrik, amikor a lányáról beszél, akkor is valahogy saját magával dicsekszik, hogy ő neki mekkora könyvtára van, 1500 könyvel, ahol megtalálhatóak a klasszikus irodalomnak a nagy alakjai, és a szakkönyvek is. Ez lenne a nagy generációs probléma, hogy a fiatalok nem olvasnak? Nem lehet, hogy azért nem olvasnak a fiatalok, mert az idősek nem szerettették meg velük az olvasást? Nem lehet, hogy az iskolában már elidegenítik a gyerekeket az olvasástól? Nem lehet, hogy a szülők erőszakkal próbálják a kezükbe adni a könyvet, nem pedig azzal, hogy a könyv által kinyitják a világot ennek a gyereknek? hogy fedezze fel saját maga, hogy ismerje meg a könyveken keresztül ő. A könyv nem egy cél, a könyv egy eszköz, és itt az interjú során is folyamatosan Havas Hárik amellett kardoskodik, hogy olvasni kell, olvasni kell, mindenki vegyen a kezébe könyvet és olvasson. Velem is megutáltatták már az általános iskola legelején a kincskereső kisködmönnel az olvasást, és fiatal felnőttként kellett rájönnöm, hogy igenis vannak olyan könyvek, amiket érdemes elolvasni, és akkor saját magam által, saját késztetés, saját érdeklődés. Nyomán elkezdtem olvasni, mert rájöttem, hogy ez nem is olyan rossz. De biztos, hogy nem így lehet megszerettetni az emberekkel, ahogy Havas Henrik is beszél. Erről az interjú során. Ezek azok a generációs különbségek és meg nem értések, amire egyébként létrejött ez a formátum. Az már más kérdés, hogy szerintem eddig nagyon keveset hoztak belőle ki az alkotók, mivel csak leülnek ezekkel a vendégekkel, leszervezik őket és utána így bedobják a gyeplőt, és hagyják, hogy történjen, ami történik. Még az első beszélgetés egész jó lett, mert a szírmai egyszerűen mindig tovább gördítette a beszélgetést, mindig hozzátett, mindig kérdezett valamit a többiektől, érdeklődő volt, gyakorlatilag ő irányította a beszélgetést, ahelyett, hogy a két műsorvezető, vagy hát házi tenni ezt, kérdésekkel, tereléssel, illetve viszontválaszokkal, de ez a második rész pedig azt gondolom, hogy teljesen kicsúszott a kezükből, mivel meg sem próbálták Havas Herriket irányítani kérdésekkel, meg sem próbálták bevonni a többi beszélgető társat a beszélgetésbe. Azaria mondjuk teljesen fölösleges volt ebbe a beszélgetésbe, nem nagyon tudott hozzászólni a dolgokhoz, és senki nem segítette őt, hogy bevonódjon a társaságba. Azt gondolom, hogy egyedül Adrien próbált egy ilyen hidat képezni az egész beszélgetés, hogy összekössön egymástól távol álló elemeket, mint mondjuk Havas Herrik és Azaria, és saját maga, de hát ő meg mint a beszélgetés egyik alanya, ehhez kevésnek bizonyult. Ádám egyébként elmondta egy videóban, hogy neki ez volt a célja, hogy megosztó legyen ez a formátum, és hogy ne tetszen mindenkinek, és a Havas Henriket bíráló, vagy hát kritizáló kommentek alapján sikerült elérni a célját. Nos, ez nem megosztó lett ez a beszélgetés, hanem rossz. Mivel ez nem egy beszélgetés volt, hanem Havas Henrik beszélt. A többiek pedig tisztelettudóan végighallgatták az öreg bácsi sztorjait, ez történt. Itt a legkisebb közös többszörös, az havas Herrik maga. Nem történt meg semmilyen diskurzus, nem történt meg semmilyen vita, semmilyen konfrontáció, semmi. Oda és viszont válasz, itt csupán Havas Henriknek az egója, kiárat, a tanár úr sztorizgatott, és mindenki meggyőződhetett, most már a fiatal generációból is, hogy a tanár úr mennyire művelt, mennyire okos, mennyire tehetséges. Havas Henriknek pedig ez elég volt. Nem olvas. Nem olvas. Én, én egyszerűen... Lehet, hogy ez egy tudatos gesztus a... Tudatos, tudatos, a... Tudatosan. Tudatosan elvenni álljunk a kedvét. Ne, én ezt a point már elsütöttem, meg. most megint el fogom sütni. A rádióban volt ilyen gyerekművetségi vetélkedő sorozat, 12 <laughs> részes volt, abból vagy hetet megnyertem. Ja, Egy nyilván, tanár úr. döntetlenre álltunk, vagy szóval, nem a Rapcsányi László volt a műsorvezető, és a két kisfőn 13-14 évesek lehetünk, ott álltunk egyforma pontszámmal. Aki előbb megmondja, hogy mi a balneológia, az nyert. És a havas úr nem, tudta. Így, Fölkapta a kezét, azt mondja, a bárnák fiziológiájával foglalkozó tudomány. A kolléga azon röhög, hogy szerencsétlen hülye Pokorni Zoltán, művelődési miniszter, a felsőoktatási reform kapcsán azt tudta mondani a szerencsétlen idiótája, hogy miért kell nálunk mindent tanítani. Balneos ha valaki balneológus akar lenni, menjen Új-Zélandra, emlékszik? A kis Henrik pedig 13 évesen azt mondta... Hát, hogy hát ő már August akkor tudta voltak. ezt a, 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 a válaszát, hát ez a gyógyvizekkel foglalkozó ö, tudomány. Hát aki tud, az tud. Csak azt akarom mondani, hogy mekkora zseni ez a Havas Henrik. Ennyit akar mondani az egész beszélgetésben Henrik, semmi többet. Nem érdekli őt, hogy mit akarnak mondani a többiek, nem érdekli, hogy mi ez az egész koncepció. Azt se tudja, hogy kik ezek a srácok, akik meghívták őt, azt se tudja, hogy kikkel beszélget, teljesen mindegy, ő Havas Henrikről szeret beszélni, és ezt maradéktalanul teljesítette is. Egyik videójában elmondta Ádám, hogy ez közel négy órás beszélgetés volt, és abból sikerült ezt vágni. Képzeljük el, hogy mennyi sztorizgatást kellett még így is kivágni Havas Henriktől. És ha valamire rámutat ez a beszélgetés, akkor tényleg az, hogy a generációk közt milyen szakadék van, mennyire nem tudnak egymással beszélgetni, mert amikor felmerül egy téma, az idősebb figura elkezd torizgatni, ami teljesen oda nem tartozik, semmiféle relevanciája nincs az elhangzottakhoz, csupán nosztalgiázni akar, mesélni, vagy a saját egóját növelni ezzel is hogy a fiatalok meghallgatják őt, és figyelnek rá, és eszik a szavait, a fiatalok pedig be vannak szarva, azért, mert itt van a nagy tanárúr, akit megint nem tudjuk, hogy minek a tanárúra, ugyanúgy, mint Nógrádi György, fogalmunk nincs, hogy miért kell őt tanárúrnak hívni folyamatosan, de mindegy, mert egy ilyen ködlengi be a nagy embert, a nagy híres embert, és akkor nem lehet közbeszólni, hogy ő mit mond, nem lehet terelni kérdésekkel, csak azt nem tudom, hogy akkor minek ülnek ott ketten, a Csoki és az Ádám, ha nem mernek közbeszólni, nem merik a saját maguk által kitalált műsort irányítani, nem merik bevonni a beszélgetésbe a többieket, csak hagyják azt, hogy mindenféle teret betöltsön Havas Henriknek az egója. És hát Havas Henriknek akkora egója van, hogy az egész anker közt kitölti. Na most ezzel csak azt akarom mondani, Na, mit? hogy nyilván nyilván a Fideszben nem rögték körbe a pokolit, mert ők se tudták, hogy mi a balneológia. Hát nem nézem ki ezekből. Hát egyértelmű, hogy nem tudják. De az, hogy én 13 évesen tudtam... Ezt akarta mondani Havas Henrik, hogy nyilván nem nézik ki a fideszesekből, hogy tudják, hogy mi az a balneológia, mert hülyék, de a 13 éves Havas Eric, ő már tudta. Ennyit akart mondani Havas Henrik, semmi többet. Ő semmilyen másik párbeszédben nem érdekelt csupán ebbe. Én nem is értem, hogy ő hogy írhatott interjúköteteket, amikor nem érdekli ezt az embert az, amit a másik mondani akar. Kincskereső kiskörmön az szerintem egy generációs trauma. Hát a pár utcai fiú. van egy generációkat átfedő bája. bája. Jó, de ott a fiatal még azért... Egy olyan, olyan történet, amiben a közösség, az a, a gyenge és az erős, mm. egyébként csak annyit még az olvasáshoz és a vershez. Én nem szégyellem, én bevallom. Én kamaszkorom óta homofób vagyok. Itt már Havas Henrik majdnem elkezdett valamiről beszélni, ami saját magán kívüli. Elkezdett a pál utcai fiúkról, hogy ez a közösségről, meg a bajtársiasságról szól. De egyből bekattant az agyába, hogy itt el tud mondani saját magával kapcsolatban egy sztorit. Eszébe jutott valami a múltjából, és azonnal váltott. A témát kidobta a kukába, a picsába, és elkezdte mondani, hogy hát én nem szégyellem, én homofób vagyok. És elkezdett erről beszélni innentől kezdve, hogy ő miért homofób, meg hogyan, és hogy milyen Ginzberg verset olvasott régen pedig már egy pillanatra kezd megörülni az ember, hogy Havas Herrik valami másról fog beszélni, mint saját maga, pál utcai fiúkról, hogy a közösség, meg a bajtársiasság, és akkor hopp, egyből váltás, beugrott egy sztori, lehet azt mesélni. Dobjuk az egész eddig itt a francba. Én nem mondom, hogy könnyű lehet Havas Henrikkel beszélgetni, de az, hogy meg se próbálja a két műsorvezető Ádám és Csoki terelgetni a beszélgetést, és Azariát mondjuk bevonni, az borzasztó egy oldalúvá teszi a beszélgetést, még az Adri tök jól be tudott kapcsolódni, ő megtalálta a hangot egyébként Havassal, de ő se tudta az egész beszélgetést egyfajta mederbe terelni, hiába próbálta meg bizonyos témáknál. Ja. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Abszolút lesz akkor is. Ez így az egész beszélgetésre rámondható. mondható. Havas herik abszolút lesz arja. Nem szép történet? Nem. De ez megint ugye azt feltételezi, hogy a telefonnyomkodás az kizárólag egy negatív dolog lehet. Viszont tehát egy, egy ilyen helyzetben valószínűleg negatív is, A egy beszélgetést meg. gyakran a repülök. Gyakran repülök, mert tenréfén van házunk. <síthat> Hihetetlen ez a havas, hihetetlen, hogy bármilyen téma jön fel, ő arról tud beszélni, hogy micsoda nagyszerű újságíró, hány könyvet írt, milyen háza van Tenerifén, vagy hogy milyen autói állnak a kertben. Semmi más nem érdekli havas Henriket, csak saját maga. Most is eszébe jutott egy történet, hogy egyszer, amikor ő a repülőn utazott, akkor saját maga mellett látott valami gyereket, aki baromságokat csinált a telefonján, nyomkodta értelmetlenül, és ez már egy jó alkalom volt, hogy Havas Henrik elhencegjen azzal, hogy neki Tenerifén van háza. Van egy téma, amiről beszélnek a fiatalok. Legyen az bármi. Havas Henrik fejében a fogaskerekek csikorognak, és amikor a fogaskerekek találnak egy olyan sztorit, ami valamilyen vékony pókfonálon kapcsolódik a beszélgetéshez, van egy közös elem, mint például az okos telefon, akkor azonnal szót kér magának, és elmeséli azt, hogy neki egyébként Tenerifén van egy háza, és amikor repült, akkor ezt is ezt tapasztalta. Ugyanígy henceg a műveltségével, a díjaival, a pénzével, a gyerekeivel. A repülő, mondom, gyakran repülök. Senki nem olvas. De honnan tudja, hogy nem a telefonján olvas valaki egy letöltött könyvet? Egy csomó hogy embert is a aki... Hallgat? Figyelem, mondom, ki vagyok erre hegyesben, <laughs> hogy, 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 nem. Na ez, ezek a generációs ellentétek, aminek a leküzdéséről kellene, hogy szóljon ez a beszélgetés, de kísérlet sem folyik erre azzal, hogy a beszélgetésben résztvevők végtelen teret biztosítanak a tanár úrnak, ezzel a kettőjük közti végtelen árkot is úgy hagyják. A végtelen szakadék nem tud csökkenni azáltal, hogy Havas Herrik csak beszél a katedráról, elmondja a sztoriait, és saját maga nagyságáról verbális szobrot épít. Féltem a sikertelenségtől, és féltem attól, hogy én nem vagyok egy Nádas Péter, egy Spiró Hát nem Érni, az... Úgy, tudok úgy, mint most elnézést. Jaj. De tudok úgy írni, mint a Spiró. Persze. Csak nem tudok napi Mindenki 3 -4 3 -4 tud órás írni. ciklusokban, mint az Eszterházi, a Nádas, meg a valódi írók. Vagy Hemingway volt szóval... Ezért nem lett író Havas Henrik, mert ő tud úgy írni, mint bármelyik másik író, Nádas Péter, Hemingway, a Shakespeare-t kifelejtette. Csupán az a baj, hogy ő nem tud napi 3-4 órákat írni. A tanár úr egy szabadabb lélek, ő nem tud ilyen kötelékek között mozogni. Nekem az ment, reggel. Felkelek, bemegyek, felmarkolom a rengeteg pénzt, az jó napot. Mm. Ahelyett, hogy írtam volna, írtam egy normális. Fantasztikus. Könyvet. Mennyire kellemetlen Talán ez a beszélgetés. Eljutottam arra a pontra, hogy a Fidesz voltából lesz időm, és írok könyvet. Ádám is csak mindig kellemetlenül belekortyol az italába. És ez egy jó indikátor lenne neki, hogy mindig, amikor azt érzi, hogy kellemetlenül bele kéne kortyolni az italba, akkor kéne egy kérdést feltenni, és azzal terelni a beszélgetést. Nem tudom, minek ülnek ott ketten tényleg a csokival. Csak így próbálkozik, próbál kérdéseket feltenni, de igazából a havas nem tudja irányítani a többieket, meg nem tudja bevonni, főleg azariára gondolok. Ő teljesen kimaradt ebből az egészből, kb. annyit tudott hozzátenni a beszélgetéshez, mint a magyar zenéhez, de ez nem az ő hibája ennél a beszélgetésnél, hanem a műsorvezetőknek és a beszélgető partnereknek azt gondolom, hogy az Ádám és Csokinak a felelőssége. A Báj Alex koncertjei nem tudom mennyien járnak, de gondolom ő is sikeres, hogyha csinálhatja, akkor ő abban is sikeres. Na de hát el, így, így jutunk el hozzá. Jaj, mi más? Hát az én igen. is sikeres voltam. Hát Na, ha valaki most menj, is az. az. interneten hány száz ezer műsort csináltam, és hány szakmai díjat besöpörte, az összeset. Éppen nem az a foglalkoztam, amivel kellett volna. Ez elképesztő, hogy bármilyen témáról van szó, Havas Henrik saját magára asszociál saját magáról kezd el beszélni. Ő úgy kezdett el egy partizánszerű életút interjút adni, hogy senki nem kérte fel erre. Itt egy beszélgetésre hívták, egy párbeszédre, erre ő elkezd hosszasan monologizálni saját magáról. Miért nem megy el a partizánba tényleg ott ezt terjedelmi korlátok nélkül megtehetné? Miért nem megy el? Lehet, hogy azért, mert ott belennek kérdezve Gulyás Marci által. itt meg bármiféle konfrontáció nélkül azt csinál, amit akar, és fürdőzhet saját maga egójában. És ezt meg is tette, az más dolog, hogy erre ráment ez az egész közös többszörös adás, mivel a közös többszörös az nem más lett, mint Havas Henrik maga. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt szolgáltatta a helyet, <kös> és a kaját, piát. És hát annyi, annyi eredménye volt a dolognak, hogy átküldte a titkárnám telefonon a maga egyik felvételét, de nem néztem meg. Hát ez, <hállal> ez fantasztikus. Után. Ez volt a közös többszörös második adás. Hát ez fantasztikus. A Havas Henrik még azzal is elhenceg, hogy ő fel se készült ebből az egész szarból, ahova eljött, azt se tudja, hogy kik ezek, azt se tudja, hogy mi a munkásságuk. Ő csak eljött ide havas tanár és ennyi elég, és a legvégén ezzel még ez is henceg, ez a legszomorúbb az egészbe. Aztán persze mindenki kinyába röhögezen, de kurva kellemetlen az egész. Ádám azt mondta, hogy elérte a célját ezzel a beszélgetéssel, hogy elégedett ezzel. Hát nyilván nagyon sok energiát tettek bele, elképesztően igényes ez az egész. Nekem nagyon tetszik ez a formátum, de a formán felül a tartalommal is úgy gondolom, hogy kicsit többet kellene foglalkozni, főleg ha ilyen vendégeket hívnak meg, mint Havas Henrik. A szírmaiékkal egyszerű volt, az igazából ment saját magától az a beszélgetés, de egy Havas Henrikkel nem lehet ilyen kesztyűs kézzel bánni, mert ez lesz belőle, hogy a közös többszörös az nem a diskurzusból fog jönni, nem a párbeszéd által lesz végeredményként valami közös többszörös, hanem Havas Henrik beáll a középpontba, és ő maga viszi el a sót, a lehető legrosszabb értelembe. De ha valaki ebből a beszélgetésből bármilyen más végeredményre jutott, mint hogy Havas Henrik lenne a közös többszörös, akkor az szóljon. Vagy mondja el, hogy miről szólt ez a beszélgetés, mert nekem semmi más nem jött le, Akárhogy is próbálták vágni azt a négy órát, akárhogy is csűrjük, csavarjuk, ez semmi másról nem szólt, mint Havas Henrik csodálta személyéről. A tanárúrról. kedvenc YouTube csatornámon az Ultrahangon megjelent egy interjú Pogácsa Zoltán közgazdásszal. Én bevallom, nagy-nagy tisztelője vagyok Pogácsa Zoltánnak, ami interjú felelhető vele az interneten. Én azt megnézem, a podcastjét meghallgatom, bármiről is legyen szó, nagyon kedvelem őt. És nagyon-nagyon megörültem, amikor az UltraHang Fidesz média behívta a független elemzőt, és egy félórás interjú keretében elmondta az aktuális magyar gazdasági állapotokat és a véleményét az újonnan kivetett adókkal kapcsolatban. Hogy mi is a célja a kormánynak ezekkel az újonnan kivetett adókkal, miről is szól ez az egész, és mi így a gazdaságpolitika nagy vonalakban most Magyarországon, és mekkora itt most a fejetlenség. Egyébként érdekes, hogy a magyar médiában két ember hivatja magát tanárúrnak, a jó Nógrádi György és ugye az előbb kitárgyalt Havas Herrik, de gyakorlatilag Pogács a Zoltán is hivathatná magát tanárúrnak, mivel ő is tanít, de nagyon érdekes, hogy neki nincsen szüksége erre, hogy tanárúrnak hivassa magát mindenki által, és megannyi olyan közéleti szereplő, aki egyébként a szakmájában tanít emellett, valamiért nem hívja magát tanárórnak. Serác András se Csányi Vilmos, se Pogácsa, se a többiek. Érdekes. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longower Andrást hallhatják. Nem miatt, ami a rossz hang, pedig ez az ilyen. új adó, amelyet a kormány a megtakarításokra vetett ki, vendégünk pedig már itt van a vonalban Pogács Zoltán közgazdász, akit nagy szeretettel köszöntünk a műsorban. Jó napot kívánok. Hello, hello. Első kérdésként talán azt tenném fel önnek, hogy Mit lehet tudni erről az újonnan elfogadott adókról, vagy legalábbis erről az adóról, amiről most a hírekben nincs itt lehet olvasni? Mit kell tudnia erről a törvénycsomagról? Hát a lényege az az, hogy alapvetően az állampapírokon kívül a majdnem minden megtakarítási formára kivetettek egy adót, amivel nyilván az a cél, hogy az állampapírok felé tereljék az embereknek a megtakarításait. Ez a lényege szerintem. Igen, én is ezt látom ezzel a kapcsolatban. Az, hogy egyik napról a másikra rendeleteket hoznak, új törvényeket fogadtatnak el, ezáltal bizonyos irányba terelgetik az embernek a financiális megtakarításait, és gyakorlatilag erőszakkal vagy kemény adókkal arra kényszerítik, hogy az államháztartás hiányát kipótolják állampapírral. Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy röviden ennyiről szól az egész, semmiféle hosszú távú gazdasági racionalitást nem látnia mögött, semmiféle átgondolt szakmai politikát, gazdaságpolitikát nem látnia mögött, csak egy folyamatos kapkodást lát az ember a magyar kormány részéről, és azt, hogy milyen árkokat, milyen lyukokat akarnak betömködni. Ennyi úgy gondolom a Fidesznek a gazdaságpolitikája, és elképesztően átgondolatlannak, és fejvesztetnek tartom azt a gazdaságpolitikát, amit folytat a Fidesz. Már hosszú-hosszú évek óta. Pogács az Zoltán azt mondja, hogy a magyar gazdaságpolitika valahogy úgy működik, hogy azt képzeljük el, hogyha valami hibát szeretne kiküszöbölni a Fidesz, akkor azt csinálja, hogy ás neki egy gödröt, és akkor ott betemeti. És amikor észreveszi, hogy a gödörásás során keletkezett egy csomó föld, akkor annak a földnek ás egy új árkot, és akkor azt a megmaradt földet az előző ásásból betemeti az újonnan kiásott gödörbe, és akkor rájön, hogy hoppá, ebből az ásásból is maradt egy csomó föld, akkor ennek is kell ásni egy új gödröt, stb. stb. Tehát ilyen tünetkezelési politika van, soha nem a gyökerénél van megragadva a probléma, hanem mindig az aktuális legnagyobb gebaszt próbálja eltüntetni a kormány. És ez olyan, mint amikor sakban valaki a parti elején Hoz egy rossz döntést, hibázik egyet, és akkor az egész sakparti során csak fut az eredmény után, azért, hogy ne kapjon ki a sakparti során, és valahogy fent tudja tartani a státuszkót, és ne bukjon ebbe bele. Hát valami ilyesmi történik a magyar gazdaságpolitikában is. Ez egy helyes módszer arra, hogy a jelenlegi, egyébként szűkös gazdasági helyzetet a kormány valahogy javítsa, vagy azért ez több rétegű kérdés? Hát én azért azt gondolom, hogy nem így szokás bevezetni adónemeket. <laughs> Nagyon finoman mondja Pogány. Szokás adni az embereknek hosszabb távon. Meg hát azért ez egyértelműen arról szól, hogy alapvetően az állampapírok felé terelni a megtakarításukat. Nyilván az önmagában egy jó cél, hogy minél többen vásároljanak magyar állampapírt, ez egy... Igen, csak az lenne a jó cél, ha erre ösztönöznék az embereket, és jutalmaznák azt, ha állampapírba fekteti a pénzét. De itt nem erről van szó, hanem a pályát szűkítik kényszerítik, és adókkal próbálják beterelni az embereket ebbe. Ez a különbség úgy gondolom egy nyugati típusú gazdaságpolitikában, és egy ilyen keleti, múcsai, magyar gazdaságpolitikában. Szerintem is jó lenne, ha alapvetően az emberek állampapírba fektetnék a pénzüket, mert ez az államnak stabilitást okoz. Csak ezt úgy kell, hogy kedvezményes állampapírokat kell kibocsátani, kedvezményes konstrukciót felállítani erre, nem pedig erőszakkal az embereket nyomni abba, hogy a pénzeit ide fektesse, ne pedig más eszközökbe, amiből ő tud jól járni. De nyilván egy nyugati országban nincsen ekkora államháztartási hiány, ami itthon van, hogy itt már május-június környékére tendenciózusan évek óta megtörténik az, hogy eléri az évvégi államháztartási hiányt a költségvetés. És az egész gazdaságpolitikát újra kell tervezni. Na most az milyen tervezés, amikor év elején úgy tervezzük meg a gazdaságpolitikát, hogy az már az államháztartási hiányt az év felénél eléri, és folyamatosan újra kell kalkulálni ezeket a terveket. Ez megint a rossz szakmaiságról szól, a fejetlenségről és a hosszú távú perspektíváknak a hiányáról. Ez mennyire vezethet sikerhez előbb vagy utóbb, mennyire tudja megoldani a prognosztizált problémákat? Hát mivel az alapprobléma az alapvetően az, hogy a magyar kormány fogalkörömmel ragaszkodik ahhoz az energiapolitikához, ami okozza ezt az egész problémát, tehát hogy mivel nem igazán elkötelezettek az öld átmenet irányába, az energiatakarékosság, az épületszigetelések, a szélenergia, az Oroszországtól való diverzifikálás, azért Magyarországnak arra lenne szüksége, hogy saját energiáját termelje meg, és ennek a közhédelemen ellentétben hatalmas potenciálunk van igen, szélben, napban, termában, geotermikusban, nem Csak is az Tehát, hogy fokozódott kitettségünk van energiaimport szempontjából, most éppen szerencsénk volt az elmúlt fél évben, egy évben, mára mennyire, de én azt gondolom, hogy ez bármikor visszatérhet. És a magyar gazdaságnak ez a sebezhetősége, ez, ez fölmarad. Tehát igazából csinálhat itt bármit a jegybanka kamatokkal. Igen, azt látni a kormánynak a munkáján, hogy ők semmiféleképpen nem szeretnék Magyarországnak a gazdasági sebezhetőségét, Magyarország gazdasági és energetikai kitettségét csökkenteni. Meg annyi módszer lenne arra, hogy ezt hogyan lehetne megtenni, de ezáltal politikailag valószínűleg, hiába lenne ez jobb az országnak, a Fidesz többet veszítene, mint amennyit nyerne. Itt folyamatosan az orosz energiának való kitettség a probléma, de semmiféle módon nem szeretne ezen a Fidesz változtatni, mivel azzal politikailag nagyon-nagyon sokat veszíthetne. És ezért hiába pofázik itt mindenki zöld megújulásról, geotermikus energiáról, szélerőművekről, Magyarországon felelhető energiákról, Teljesen mindegy, amíg erre nincsen hajlandóság, már pedig jól látjuk, hogy a mai kormánynak semmiféle hajlandósága nincs erre, addig semmiféleképpen nem is fog változás történni. Hiába megy a hivatkozás folyamatosan a magyar szuverenitásra, a magyarok önállóságára, valahogy gázügyben, energiaügyben nem akar függetlenedni az ország. Tehát ez, a, Magyarországnak gazdaság szerkezeti kitettsége van, a feldolgozóiparban és az energiaszektorban, addig azt gondolom, hogy a, 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 pénzügypolitika, a költségvetési politika az csak fut az események után. Igen, itt Pogácsa még azt is elmondja, amit egyébként már minden független elemző tud. Az, hogy a magyar gazdaságnak van egy szerkezeti kitettsége, egy szerkezeti függősége a német piactól, a német multinacionális tőkétől, és most már egyre inkább a kínaitól is, és emellett van egy energetikai függősége Oroszországtól. Tehát igazából, amíg ezektől a függőségektől meg nem próbál szabadulni Magyarország, addig itt önálló gazdaságpolitikát sem lehet folytatni, és mindig csak az események után fut a kormány, és próbálja ezeket az újonnan kiásott, betemetett árkokat folyamatos forgásban tartani. A magyar bérek azok nagyon alacsonyak, mert alapvetően a német gazdaságnak, és egyre inkább a kínai gazdaságnak kite ország vagyunk, tehát alacsony hozzáadott értékű, alacsony bérezésű munkahelyek, és hogy az energiaipari kitettségünk nagy Oroszország felé, akkor itt a szükséges lépések az a beruházás a humántőkébe, tehát egy Na, olyan hát magyar igen. gazdaságnak a létrehozása, ahol magyar tulajdonú kis és középvállalkozások magas hozzáadott értéken, termelnek, ez az alapvetően a humántőkének a javítása szükséges. Na hát ez az, amire nincsen semmiféle vállalás, semmiféle elhivatottság és semmiféle ambíció. Orbán Viktor mindenbe akar fektetni, csak a humántőkében nem. Ha itt a fene fenét eszik, akkor sem lesz oktatási reform, oktatásba egy fillérrel többet nem akar tenni Orbán Viktor, mivel az csak az ő függetlenségét tudná, hosszú távon megingatni. Rövid távon nyilván nem, ha most beletolna irgalmatlan pénzeket az oktatásba, annak 10-20 év múlva lenne eredménye, de ezt miért is akarná megtenni? Miért akarna egy 20 év múlva prosperáló Magyarországot elkezdeni építeni? Akkor már lehet, hogy nem is ő lesz a hatalomba. Minek tenne ilyet bármilyen politikus? Itt a mából kell kivenni a pénzt, és ezáltal a politikai hatalmat. Itt ma kell akugyárakat telepíteni, ami gyorsan szétbassza a gyorsan hoz GDP-t, gyorsan van eredménye, és gyorsan tud politikai tőkét is felhalmozni a Fidesz nevű állampártnak. Az pedig ugye úgy érhető el, hogy mondjuk azonnal megtriplázni a magyar, magyar tanároknak a bérét. Ez durva, vagy egy közgazdász azt mondja, hogy azonnal meg kéne triplázni, nem duplázni, nem 50%-kal megemelni, meg kéne triplázni azonnal a tanároknak a bérét. Ezt nem Noár mondja, vagy valami balos aktivista, ezt egy közgazdász mondja. Nem várni Brüsszelre, az uniós pénzekre, Igen. hanem a magyar kormánynak megvan a lehetősége arra, hogy most eh, szükséges módon legalább háromszorosára emelje, a magyar tanárok béreit, mert lassan nincsenek tanárok Magyarországon, a gyakorlatilag a legveszélyesebb az a hosszú távú problémánk, hogy felértük a jövőnket. Itt az olyan nagy baj van a humántőke képzés területén, és hát ugye az zöld átmenetet hát én azt gondolom, hogy minél hamarabb, minél több. fenntartható energia, épületszigetelés, humántőke, hazai tulajdonú vállalkozások támogatása, tehát a multikra alapozott gazdaság helyett, ami 30-40 éve egy tévút, az helyett nem azt mondom, hogy rúgjuk ki a multikat. Nyilván együtt lehet velük működni, hmm. akár még további multikat is lehet behozni, ha közben egyébként a magyar kis- és középvállalkozásokat sokkal intenzívebben támogatnál magyar. Ez egy nagyon racionális érvelésnek tűnik nekem, és itt végre valaki kilép ebből a bináris gondolkodásból. Nem az van, hogy csak multikat kell telepíteni mindenhova, és akkor tolni kell ezt a nagyipart, vagy az, hogy takarodjanak a multik, és nem is akarunk ebbe az országba multikat látni, hanem nyilvánvalóan a kis- és középvállalkozások meg tudnának élni a multik mellett, csak nem a multiknak kell ilyen elképesztően vonzóvá tenni az országot, hanem a kis és középvállalkozóknak, és akkor emellett még tudnának működni bátran a multik, elférnek itt egymás mellett. Nem olyan pici ez az ország, hogy ne férnének be a multik, úgy, ha van egy erős kis és középvállalkozói réteg az országban. Ezek nem ilyen kizáró dolgok, hanem komplementer logika mentén, ezek egymás mellett is tudnának létezni, ha lenne erre hajlandóság, de sajnos ilyen nincs, és a nagy multiknak az összeszerelő üzemeibe próbálja a kormány egyenlőre beterelni az alacsonyan képzett, rossz oktatásból kijövő munkaerőt. Ez nagyon szomorú, főleg úgy, hogy Orbán Viktor egyébként pontosan tudja, hogy milyen intézkedéseket kéne hozni, mi a jó oktatásnak a módja. És nyilvánvalóan elő is tudná teremteni a pénzt. Pogácsait felhozza azt a példát, amikor Orbán Viktor Szingapurt meglátogatta, és hüledezve nézte, hogy ebből az analfabéta országból néhány évtized alatt micsoda technológiai és innovációs óriást sikerült létrehozni. Pontosan látta Orbán Viktor, hogy hogy működik ez az ország, hogy milyen intézkedések során lett ennyire fejlett ez az ország, és hogy a humán tőkébe fektetett pénznek micsoda előnyei vannak középtávon. Ezt pontosan látja Orbán Viktor. Pontosan tudja, hogy mit kéne ehhez tennie, de nyilván ez a célkitűzései között nem szerepel. Ő nem szeretne jól képzett embereket létrehozni, ő nem akar hosszú távon gondolkodni. És ezért tartom nagyon fontosnak, mivel az állam nem teszi lehetővé azt, hogy minőségi oktatáshoz jusson az ember, ezért saját magát kell képeznie autodidakta módon mindenkinek sokat kéne olvasnia, egyébként ezzel egyet lehet érteni Havas Henrikkel, csak nem olyan paternalista, olyan felülről irányított módon, ahogy ezt ő és az oktatási rendszer elképzeli, hanem mindenki az interneten keressen olyan olvasmányokat, amik érdeklik, és merüljön el benne, hogy ezzel is gyarapítsa a tudását, hogy ne legyen kiszolgáltatva a magyar oktatási rendszernek, és annak, hogyha kikerül ebből, akkor gyakorlatilag egy összeszerelő üzembe fog tudni majd dolgozni. Mert ha képzi saját magát, akár a Pogácsa Zoltán könyveivel is, Elképesztően jól ír a csávó, elképesztően jók a podcastjai, azt is érdemes hallgatni, akkor azért gazdaságilag egy széleskörű tudást tud magára venni, és így tágíthatja a gazdasági perspektíváját. És aki már minimális szinten képbe van ezekkel a gazdasági dolgokkal, azt nem lehet kilóra eladni, és megvenni mindenféle populista gazdasági intézkedéssel. Ha az állam nem hajlandó oktatni minket minőségi módon, akkor sajnos nekünk kell saját magunkat. És azt gondolom, hogy ezt a munkát nem lehet megúszni. Vagy az állam fogja végrehajtani, vagy mi magunk egyének. És mivel az állam ezt nem hajtja végre, ezért úgy gondolom, hogy a saját sorsunkat a saját kezünkbe kéne venni. Szóval a helyet, hogy önállóvá válnánk, saját lábunkra állnánk, a helyet továbbra is a külső függőségünket Erősítjük. Ez szerintem, egy, ez szerintem egy rossz válasz, egy jó, egy jó is. Egyébként tényleg Pogács az a könyveit jó szívvel tudom ajánlani. Én is most kezdtem el őket olvasni, és mindenképpen lesz még erről szó ezekben a videókban. Ő az, aki azt gondolom, hogy megfelelő tárgyi tudással rendelkezik ahhoz, hogy erről hitelesen tudjon beszélni, és még közérthetően is teszi ezt. Ha meg valami nem tiszta, akkor annak utána lehet nézni szerintem nagyon fontos a közgazdaságtan, és nagyon szomorú, hogy az iskolákban nem tanítják. A kovalens kötéseket bezzeg be meg kell tanulnunk, de az, hogy mit jelent a kamatos kamat, vagy hogy milyen hitelkonstrukciók vannak, azt nem tudják az emberek, és ezért hoznak életük során annyira rossz pénzügyi döntéseket, arról már nem is beszélve, hogy minimális rálátásuk sincsen az országnak a költségvetésére, vagy gazdaságpolitikájára. És ez is csak azt segíti elő, hogy sokkal könnyebben a sötétben lehessen tartani az embereket. Edukálni kell saját magunkat, mert ez a kormány nem fogja megtenni. Na és akkor csak nagyon röviden szeretném hódolatomat kifejezni a Succession című sorozat iránt. Magyarul utódlás a címe, és ez azt gondolom az utóbbi évek legjobb sorozata. Ez egy modern Shakespeare dráma, egy modern királytörténet, ahol Logan Roy, a New Yorki média mogul a birodalmát rá szeretné hagyni egyik gyermekére, és az egész négy évad arról szól, hogy ki is kapja meg a királyságát. Ki az, aki méltó és felnőtt a feladathoz. Tényleg a sorozat utolsó részére azt éreztem, hogy ez egyben egy Shakespeare dráma, és ez egyben a keresztapasztoria. Elképesztő drámákon megyünk keresztül, elképesztő karakterrajzokat ismerhetünk meg, a színészek valami fenomenálisak, a párveszédek annyira életközeliek, hogy amellett, hogy érezzük, hogy nagyon pattogósak, nagyon gyorsak, nagyon éles eszűek a karaktereink, amellett teljesen emberiek is. Sokszor elcsuklik a hanguk, habognak, hebegnek, nem tudom tudják befejezni a mondatot, meglepettségükben elképesztően életközeliek a párbeszédek, és nagyon-nagyon jól meg vannak írva, ami elképesztően ritka manapság. Általában sablonokra épül minden film, minden sorozat, és ahogy nézi az ember, azt érzi, hogy ezt már ezerszer láttam, és semmi újdonság nincs ebbe, de a Succession az nem ilyen. Ez valami teljesen más. Én gyakorlatilag minden sorozatot megnézek, amit a kritikusok elismertek, vagy amit a tömegek szeretnek, mert érdekel, hogy mi történik a kultúránkkal. De emellett, hogy mindent megnéztem, gyakorlatilag csak néhány sorozatról tudom elmondani azt, hogy ez a sorozat tökéletes. Tökéletes forgatókönyv, tökéletes dramaturgia, tökéletes rendezés, tökéletes színészi játék, és úgy, ha befejeződik a sorozat, az egész kerek, egész és nem hiányzik belőle semmi, nem lehetne hozzáadni semmit. Én eddig a sorozatnézési pályafutásom során a Breaking Badről tudtam ezt elmondani, a Better Call Saulról és az HBO által készített The Night Of-ról. A Night Of az egy mini sorozat, ennyiben könnyebb dolga van. A másik kettőt meg ugye ugyanaz a készítő Gárd csinálta, Vince gilligan az élen. És ez úgy gondolom a Succession most belépett ebbe az általam létrehozott panteomba, mivel minden elemében úgy gondolom tökéletes, és sikerült méltó módon befejezni. Nem is csak méltó módon, hanem igazából az utolsó rész teszi fel a koronát erre a Shakespeare-i drámára. Tényleg, ha bárki ezen a négy sorozaton kívül tud olyat mondani, ami szerinte tökéletes minden elemében, arra kíváncsi vagyok. Szerintem a Sopranos sem tökéletes, a Tronok harcát azt teljesen elbaszták az ötödik évattól, a Wire az szó so szó. -so. Egyébként most, hogy vége lett a Successionnek, most kezd indulni majd a Black Mirror, most jön az új évad, az még az egyik legmagasabb szintű sorozat, de azt egyáltalán nem mondanám tökéletesnek. Nekem az az állításom, hogy négy darab tökéletes sorozat van, és nem lehet még egyet mondani. A Night of Succession, Better Call Saul, Breaking Bad. Ha valaki tud egy ötödiket mondani, arra nagyon kíváncsi leszek és várom az érvelését is mellé. Sorry, seriously, uh, can I give you some fucking fruit juice? Or I love some fucking yeah. fruit juice. Ah, franciaországban. siet, had... Hollandiában meglátogatta az osztálytársait, akik oda járnak egyetemre, most Szlovákiában túrázott, most megy, előtte Bécsben volt, most közben volt Barcelonában, ellopták a cuccait a betrón. A...